Sziasztok, Tóth Balázs vagyok, a videót a játékosa, nézzétek az NSO TV-t! Egy előretolt csatáról játszottak 55 percig, ez a Nikolić volt, és 4-5 védő gyűrűjében igazából nem lehetett őt megtalálni, vagy háttal a kapunak, szóval nem tudott igazából helyzetbe kerülni. Aztán, amikor bejött mellé Zélu is, és két belső csatára játszottak, már más volt a játékképe, már lehetett mondjuk oldalról beadásokkal valamit kezdeni. Helyzetet sem nagyon tudtak kidolgozni, mert a második félidőben annak négy védekező középpályással játszott tulajdonképpen a mezőkövest, és a szünetben a Gyuri behozott egy ötödiket, akit követő emberfogással ráállított a Kiskovácsra, és így a Kiskovács se tudott élni a második félidőben, egyszerűen meghalt a játék. Na, itt volt a jó húzás az, hogy bejött az Élő is centerbe, és a Kleinhensler tulajdonképpen széléről indulva szabadon többször is, abban a negyed órában többször is átjátszotta azért. Tehát ilyen győztes gólt lőtt. Nem érdemtelen volt ilyen szempontból a Videóton győzelme, a végig, ha nem is jó futballal, de végig támadtak és kezdeményeztek. Elküldték Márton Gábort a kispadtól, hiszen 1-0-es vezetésnél egy abszolút gólhelyzetben kitörő Csater Grumicsot, hát a tévéfelvételek alapján úgy tűnt, hogy szabálytalanul megakadályozták a kapura lövési kísérletben, és 11-es kiállítás is lehetett volna, vagy hát úgy tűnt. És akkor 1-0 helyett lehetett volna simán 2-0 és emberelőnybe a Pécs. Elszakadhat ilyenkor a célna az edzőnél, hogy 2-0 és 10 emberre marad az ellenfél, ehelyett egyenlít a Diós Győr. Tehát ez azért nem kis feszültség, gondolom. Igen, elszakadhat a célna, mert ráadásul én is úgy ítélem meg, hogy teljesen jogos 11-estől fosztották meg a Pécset. Valóban nyilvánvaló gólhelyzet volt, ennél nyilvánvalóbb nem is lehetett volna. Kiállítás, piroslap kiállítás. Tehát én is azt gondolom, hogy ilyen szempont teljesen igaza volt a pécsi szakvezetésnek. Az már egy más kérdés, hogy ki milyen vérmérséklettel tudja ezt kommunikálni. Hát milyen vérmérséklet? Hát a Márton Gabit ismerve, vagy ha magamból indulok ki, akkor azt gondolom, hogy ez így helyén való volt. De őt hogy ismered? Hát nem hagyja szó nélkül az egészen. Biztos ő még akkor sem, ha nem volt 11-es.